Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében az Úr legyen veletek. Mai napon remete Szent Antal apát emléknapját imádkozzuk, illetve azt a misét vesszük, az ő emléknapját őjük. 251-ben Egyiptomban született, a vasárnapi misében hallotta a gazdag ifjúról szóló történetet. Ennek hatására szétosztotta a szegények között vagyonát, és elvonult a világtól. A remetességben sokakat vonzott maga köré imádságával és élete példájával. Körülbelül 80 évet töltött a magányban. A korabeliek ilyen neveket adtak neki: lélekhordozó, Isten embere, Egyiptom orvosa. Meghalt 356-ban. Mai szentmisét fölajánlom elhunyt Bányász Jánosért, illetve elhunyt Dorkó Attiláért, elhunyt nagyszülőkért és rokonokért. A szentmise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Peace.
Könyörögjünk! Istenünk kegyelmed ajándékából Szent Antal apát csodálatosan szép remete élettel szolgált neked a sivatagban. Közben járására segíts, hogy önmagunkat megtagadva mindennél jobban szeressünk téged. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Sámuel első könyvéből. Az amalekiták elleni harcban Saul király nem engedelmeskedett Isten parancsának. Amikor védekezni kezdett, Sámuel próféta leintette. Kérlek, hagyd abba, mert előbb én akarom elmondani neked, amit az Úr közölt velem az éjjel. Saul ráhagyta, beszélj. Sámuel ekkor így kezdte beszédét. Bár kicsiny voltál a magad szemében is, nem, de mégis te tettél Izrael törzseinek fejedelme, és téged kent fel az Úr választott népének királyává. Aztán elküldött az Úr ennek a feladatnak a teljesítésére, és megparancsolta, menj és büntesd meg a vétkes amalekitákat. Harcolj ellenük, amíg meg nem semmisíted őket. Miért nem hallgattál hát az Úr szavára? Miért estél neki a zsákmánynak, és miért műveltél gonosz dolgokat az Úr szemében? Saul erre azt felelte Sámuelnek. Hiszen én hallgattam az Úr szavára, és vállaltam azt a feladatot, amelyre az Úr küldött. Foglyul eltettem Agátot, az amalekiták királyát, és az amalekitákat is elpusztítottam. A nép pedig azért választotta ki a zsákmányból az áldozatnak való legjavát, az apró jószágot és a marhát, hogy áldozatul mutassa be az Úrnak, a te Istenednek. De Sámuel ezt válaszolta neki. Azt hiszed, jobban tetszik az Úrnak az égő és vágó áldozat, mint ha engedelmeskedel szavának? Bizony, többet ér az engedelmesség, mint az áldozat, és többet ér a szófogadás, mint a juhok hájának bemutatása. Babonaság bűnével él fel az ellenszegülés, és a bálványimádás vétkével az engedelmesség megtagadása. Mivel megvetetted az Úr szavát, téged most ő vetel, hogy többé ne heles király. Ez az Isten igéje. A hiszem bőtelenül járja az élet útját, annak mutatom meg az Isten üdvösségét. A hiszem bőtelenül járja az élet útját, annak mutatom meg az Isten üdvösségét. Nem áldozatait miatt dorgálom meg áldozataidat mindig látom. Nem fogadok el borjakat házattól, kecskéket sem kívánok legelődről. Aki szemlődelenül járja az élet útján, annak mutatom meg az Isten kell, mert számon kérlek.
Az Úr legyen veletek. És a teremtőnek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Keresztelő János tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Ezért néhányan odamentek Jézushoz, és megkérdezték tőle. Miért van az, hogy Keresztelő János tanítványai és a farizeusok tanítványai böjtölnek, a tieid meg nem böjtölnek? Jézus így válaszolt. Vajon böjtölhet-e a nász nép, míg velük van a vőlegény? Amíg a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt. És akkor azon alapon majd böjtölnek. Senki sem van régi ruhára új szövetből foltott, vagy ha igen, akkor az új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. És új bort sem tölt senki régi tömlőbe, vagy ha mégis a bor szétveti a tömlőt, és a bor is, meg a tömlő is tönkre megy. Az új bor új tömlőbe való. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, emlékszünk még a tegnapi evangéliumra, amikor is János könyvéből olvastuk föl a Szentmisén a megfelelő szakaszt, mégpedig azt, amikor is a szűzanyát, illetve Jézust és a tanítványait meghívják Kánába, egy mennyegzőre, és ott tulajdonképpen valami újjal tölti meg Jézus a kézmosásra kitett edényeket, mert ugye azok ki voltak téve, 2-3 mérősek voltak, mint ahogy említettem, vagyis 80-120 literesek voltak ezek az edények. Tegnapi evangéliumi szakasznak is mondandója az, hogy tulajdonképpen valami új kezdődik el. A régi véget ért, és valami új kezdődik el. A mai szakasznak is tulajdonképpen hasonló a mondandója. Lezárul valami új, és egy más, vagy egy régi, és valami új kezdődik el. Ezért is hozza ezeket a hasonlatokat Jézus ennek a szakasznak a végén, hogy az új bor új tömlőbe való. Régi szövetre nem lehet új foltot rakni, mert tönkre megy. Tehát a régit el kell hagyni, és valami újat kell elkezdeni. Ezt az újat ő maga, Jézus Krisztus hozza és hozta el az emberiség történetébe, és hozza el az egyes emberek életébe mind a mai napig. A régit el kell hagyni, mert az már egy elhasznált élet, és el kell kezdeni egy új életet, de magával, a vőlegénnyel, Jézus Krisztussal. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor, ahogy a tegnap is említettem, egy örömteli élet lesz az, amit élhetünk. Akár tele lesz problémával, nyüggel, bajjal, akár nem. De mindenképpen egy új lesz az, amelyet tartalommal, Jézus Krisztushoz való tartozást tölt meg. Amen. Kérjük testvéreim a gondviselő mennyei atyánkat, hogy a szent hitvallók példája nyomán szentségben és igazságban járjuk a földi élet útjait. Segíts kegyelmeddel egyházad minden tagját, hogy valóban a föld csója és a világ világossága legyen. Adj egyetértést a népeknek, és támasz önzetlen békességszerzőket a világ egész javára. Add, hogy úgy fáradozzunk családunk és embertársaink jólétéért, hogy mentek maradjunk a világ bűneitől. Adj nekünk irgalmas szívet, hogy bajba jutott embertársaink segítségével róljuk le az irántad való szeretet adóját. Add, hogy a betegek és a szenvedők a szentek példájára Krisztus lélekkel viseljék keresztjüket. Kérünk téged, hallgass meg minket.
Mennyei atyánk, nyisd meg lelki szemünket, hogy nagy testvéreinkben, a szentekben megcsodáljuk, mire képes kegyelmeddel az ember. Erősítsd akaratunkat, hogy földi hivatásunknak hűséges betöltésével méltónak bizonyuljunk szent példaképeinkhez, ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, fogadd szívesen szolgáid áldozati adományait, amelyeket Szent Antal apát emlékezetére oltárodra hozunk. Szabadíts ki minket a földi érdekek vonzásából, és te magad légy gazdagságunk, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert magasztalnunk kell gondviselésed csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod, így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és még nélkül zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Amen.
Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára, isteni tanítására így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk. Jézus Krisztus testének és férjének egészség és a fejének szentem. Ne válj kételkedésre, és az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogyha elég jobban jön. Nem csak ez szóval, és mondjuk az én. Életek se akarsz lenni, menj, add el, amit van, az árát oszd szét a szegények között. Aztán jöjj és kövess engem, mondja az Úr.
Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Add meg nekünk, Istenünk, hogy szentségi táplálékkal megerősödve legyőzzük a gonosz lélek minden cselvetését, amint Szent Antal apátot is megsegítetted abban, hogy a sötétség hatalmán a világosság cselekedeteivel diadalmaskodjék. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istenem.